Közel 3 évtizede már, hogy először adott otthont a szekszárdi elsőből a gimnázium a most is megtartott angol műfordító versenynek. Abban az évben, amikor én ide kerültem, akkor lett Tolna Somogy megyei a verseny, és lelkesen jött egy Somogy megyei intézményből egy diák, hogy versenyezzen velünk, és annyira megtetszett nekik, hogy következőben rögtön már 4 Somogy megyei intézmény is jelen volt, illetve a POK és támogatja a rendezvényünket, ők is jelen vannak most is a POK képviseletében, Szende Gabriella és Vajda Ivett, akik a versenyszervezéssel foglalkoznak, őket is a vendégeink sorában üdvözölhetjük. Az idei tematikát a 20. századi tudomány és művészet adta. A művészetek hogyan hatottak rájuk, hogyan hatnak most a gyerekekre a művészet, zene, képzőművészet, most is a kikapcsolódásuk fontos része. Anélkül szerintem el se tudnák képzelni az életüket, ahogy például a videójátékok nélkül, ami szintén ugye a 20. században gyökerezik. Erről szól a verseny, hogyan látják ezt a 20. századot a mostani gyerekek. Vannak olyan prezentációk, amik egy kicsi történeti áttekintést adnak, van, aki kiragadott egy művészeti korszakot, vagy egy művészeti elemet, van, aki azt mondta, hogy ő arról szeretne beszélni, hogy milyen fontos találmány volt az, ami az ő életére személyesen nagy hatást gyakorolt. A megmérettetés során a diákoknak egyrészt egy hagyományos műfordítást kellett elkészíteniük, ezt követően pedig az általuk választott témáról közönség előtt idegen nyelven prezentáltak. Azért népszerű ez a verseny, mert én másodszor vagyok itt egyébként, és azért népszerű szerintem, mert kezdeném azzal, hogy hogyan fogadnak itt minket. Nagyon-nagyon kedves fogadtatásban van részünk. Végig én egy nagyon pozitív hangulatot érzek itt, ami szerintem nagyon fontos, nem csak a felkészítő tanároknak, hanem a gyerekeknek is. Fesztelenül lehet itt sétálni, fesztelenül lehet eszegetni, iszogatni a szünetekben, beszélgetni, és én úgy gondolom, hogy ez az oldott hangulat is vonzóvá teszi ezt a versenyt. És természetesen az, hogy az első része a feladatnak egy műfordítás, ami egy kihívás a diákoknak, egy nem könnyű szöveg, amit valljuk be őszintén azért nem sokszor kerül sor a tanórákon, és ez a második része, ami bizony félelmetes kicsit, félelmetesnek tűnik az elején, de szerintem annál jobb érzés, mikor valaki előad és befejezte, és azt mondhatja, hogy na, én ezt most megcsináltam. A fiatalok előadásainak csak a képzeletük szabott határt, a gyerekek idén igazán felkészültek voltak. Már előadtam a prezentációmat, mert az egyes voltam, a legelső, és egy PPT-vel készültem, ugye, és az volt a téma, hogy a 20. század és én. És akkor arról gyűjtöttünk információkat, hogy mi lehetne, és hát összeraktuk az előadást, és hát megvolt. Beszéltem arról, hogy a filmek mikor jöttek be, beszéltem a zenékről is, és videójátékokról is megemlítettem őket, meg mi volt még? Az irodalomról is beszéltem, és így ezekről egy keveset, hogy beleférjen 3 perc 30-ba. A műfordító versenyen való szereplés igazi kihívása a legtöbb résztvevőnek. Nem könnyű ugyanis közönség előtt valamiről hitelesen beszélni, a fiatalok pedig éppen ebben szerezhettek itt jártasságot. A versenynek az üzenete, hogy a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy megmérettessék magukat. Fontos az, hogy kilépjenek a komfortzónájukból, és megpróbálják feszegetni a határaikat. Mi az, ami nagyon fontos nekik, mi az, amiben ők még tudnak fejlődni. Akár az írásbeli részen nagyon szeretik azt, hogy láthatják, hogy kipróbálhatják azt, hogy tét nélkül tulajdonképpen hogyan is teljesítenének mondjuk ők egy érettségi megmérettetésen, és nagyon jó dolog azt látni, hogy adott esetben a fordítással, akik foglalkoznak, azok azért többnyire visszahúzódó gyerekek, hogy hogyan nyílnak meg a második részben, és hogyan tudják előadni a saját gondolataikat. A verseny szervezésében és lebonyolításában az első a diákjai is részt vesznek. Nekik ugyancsak komoly kihívás ez, ugyanis ők konferálják fel az egyes előadásokat természetesen angol nyelven. Tavaly arra emlékszem, hogy így jobban izgultam, mint most, és eddig is minden rendben ment, meg tavaly is, és így egyébként sokkal egyszerűbb, hogy már van egy ilyen múltbéli esemény, ami tavaly volt, arra is emlékszem, és tudom, hogy
mi fog itt történni, szóval most annyira nem izgulok, de már gyakoroltunk együtt a teremben, így beálltunk a többiekkel, meg otthon is tanultam a szövegemet, és teljesen meg is tanultam. És erre már készülünk egy ideje. A résztvevők és a szervezők közül többen már visszatérőknek számítanak. A fiatalok ugyanis a 9. osztálytól kezdve egészen végzős korukig mérettetik meg magukat. Én itt az iskolában ismerkedtem meg ezzel a versennyel, és most már második éve veszek részt benne. Az egyik tanárom hívta fel rá a figyelmemet, hogy kipróbálhatnám magamat ebbe a versenyben, és az első fordulójának az volt, hogy egy angol nyelvű szöveget kellett magyar nyelvre fordítanunk, és nagyon örültem, amikor továbbítottam, és akkor tudtam meg, hogy a következő fordulóban egy szóbeli prezentációt is kell adnunk, ami még jobban felkeltette az érdeklődésemet, mert szeretek megnyilvánulni szóban akár mások előtt is, és nekem ez boldogságot tud adni, hogy prezentálhatok mások előtt. Az én előadásom egy 20. századi feltalálásról szólt, a kontaktlencséről, és hogy én hogyan jutottam el a szemüveges léttől a kontaktlencsés létbe, és hogy ez milyen nehézségekkel járt gyerekként, és hogy miért váltottam, és hogy most milyen előnyei vannak ennek. A zsűri tagjai szerint idén a mezőny kifejezetten erős volt, a diákok rendkívül felkészülten vágtak neki a versenynek. Én voltam már olyan éppen, amikor nem volt ennyire magas a színvonal, és a zsűri munkája nem is könnyű, mert nagyon sokszor a 10 pont közelében válogatunk ugye a különböző kategóriák között. Nagyon jól felkészült, nagyon jó diákjaink vannak. Az idei versenyre 5 Tolna és 6 Somogy vármegyei középiskola diákjai neveztek, összesen 93 pályamű érkezett be a megadott határidőre. Ebből választották ki gondos pedagógusok a 17 legjobbat.